game because like Team Zomed had multiple times where they were actually ahead and were looking to win the game. It just Szervusztok! Makes it so az utolsó mérkőzés az Orihen és TSM csapatai között. Átvettük a kommentátor állást. Én jó magam Nirnono vagyok, szakkommentátor társam pedig Iovin lesz ezen a mérkőzésen. Még kicsit lejjebb. Jó, oké. És már is érkezünk a tiltásra, mint a választási fázisba. Ha ezt kibírod végig, megtapsollak. Köszönöm szépen, valószínűleg a lábam nagyon el fog fáradni, úgyhogy ezt inkább nem játsszuk el. Szóval, tiltások már ugye pörögnek ezerrel az Orihen részéről. LeBlanc, Korki, Lissandra elég erőteljes, Bjergsen fókusz egyelőre az európai csapattól. Nem értem, miért mondod. Én nem is tudom, hogy miért Team Solo Mid, vagy Team Bjergsen Mid, ahogy még Alistar szoktuk mondani. Alistar bent maradt? Alistar viszont bent maradt, így is van. Két tiltás azonban a TSM-től ugye Sven ellen érkezik, sőt igazából Lulut is ide sorolhatjuk, bár nem közvetlenül Sven ellen, minden esetre egy nagyon jó védő eszközt tagadtak meg az Orihen csapatától, amivel Svent lehetne egyébként erősíteni úgy szintén. Úgyhogy hát a harmadik meccsre azért úgy látszik mindkét csapat felismerte az ellenfél legerősebb pontját, és ezt amennyire tudja, szeretné hatástalanítani, legalábbis a tiltások erre engednek következtetni. Ugye az első választás joga az Orihennél lesz, hiszen ők vannak a kék oldalon, és Alistar bennmarad, de Lucian az első választás, és Lucian egy erős lövész, ezt elismerem, de hogy elsőként elhozni, az már egy kicsit kérdéses. Viszont ezzel rá lehet kényszeríteni a TSM csapatát, hogy elhozzák Alistart, akkor viszont valószínűleg Nidali nem kerül kiválasztásra a TSM oldalán, hiszen választhatnak akár egy Fiorát a felső ösvényre, akár egy Poppit, és ekkor elhozhatná az Orihen a piszkálódos kompozíciót Nidalival és Braummal, meg lenne a Braum-Lucian páros. Ha viszont... Mondjuk a Braumot azért hiba lenne átadni. Igen, viszont mivel bent maradt a Alistar, ezért a TSM-nek el kellene hoznia, hiszen nagyon jó kezdeményezés, de a Braum meg nagyon jól működik együtt Lucian-nál, nehéz a döntés egy a TSM-nek már így az első választás miatt. Előnyben az Orihen csapata köszönhetően annak, hogy ők vannak ezen az oldalon. Igen, és ahogy mondod, az Alistar egyelőre úgy néz ki, hogy kiválasztásra is kerül, Bjergsen pedig ezúttal szeretne Twisted Fate-el játszani, nem ellene, hiszen az előző mérkőzésen ugye ez történt. Ugye, ahogy te is mondod, Nidali Braum kell, hogy legyen ez a választás. Vagy egy Elise, ugyanis az az igazság, hogy a két dzsungelest ismerve Svenskerent és Amazinget, igazából három karakter jut eszembe, Lee Sin, Elise és Nidali. Esetleg még Amazing részéről talán a Kindred az, ami még szóba jöhetne, bár ő nem biztos, hogy annyira beleillene ebbe a csapat kompozícióba, minden esetre ez a három az, ami szerintem így rotálódni fog most a két dzsungeles között, és Mitty néz ki, hogy esetlegesen szakítani fog Thresh-sel erre a mérkőzésre, és inkább egy bárdot szeretne elhozni. Ugye azért ne felejtsük el, láttunk ma már nagyon szép bárdot például Key-től, akinek fantasztikus játékai, valamint kezdeményezései voltak, az Elise valóban érkezni fog, és a TSM ugye az Alistart bár elvitte, viszont meghagyta Braumot, ami hogyha két támogató játékost hasonlítjuk csak simán össze, nem biztos, hogy jobb, legalábbis kezdeményezésben biztos, hogy nem, de párosítva Lucian-nál viszont már egy nagyon erős kombó és lehet. És ezt akartam mondani, hogy Double Lift-ben nem tiltották ki Ezreal-t, ma már egy Pentakill-t is elért ezzel a karakterrel, úgyhogy talán egy tiltást megért volna, viszont azzal, Úristen, hogy érkezik... Jól hallom, tehát Ezreal tiltást akartál kérni? Én se hiszem el nagyon. Viszont azzal, hogy az Elise érkezik a dzsungelbe, nem pedig Nidali, rá lehet kényszeríteni Twisted Fate-et, hogy teleport helyett egy megtisztulásan érkezzen, ami nem egy elhanyagolható tényező, és muszáj egy kezdeményezést hoznia az Orihen csapatának, mert eddig van egy gubója. Tudjuk nagyon jó, hogy a Braummal való kezdeményezés egyszerűen nem működik, túl könnyen kijátszható. Ezért kellene az Orihen oldalán egy olyan szintű kezdeményezés, mint például egy Malphite felső ösvény, viszont akkor meg lehet, hogy sebzés hiányban szenvednének. Na hát például... Ez már így tetszik? Hát, ez már kevésbé. A kezdeményezés Hoppá! Volt a cél. Kezdeményezés pedig nem igaz, ez is a talonválasztás ott van, ez pedig kérlek szépen, tudod mit jelent? Draktárt jelent, barátom. Így van, Draktár érkezhet a középső ösvényre, hiszen egy fizikai sebzésre építő igazi bérgyilkos vagy orgyilkosról van szó talon képében, és ugye erre kell majd válaszolni a TSM, de nekik ugye már van egy középső ösvényes választásuk Twisted Fate képében. A kérdés az az, hogy
Power of Evil esetlegesen akar-e majd például egy megtisztulást a sárga kártyák ellen. Nautilus esetleg de... érkezhetne talán. Nem tudom, szerintem inkább az égetés marad majd végig, hiszen azzal agresszívabban tud játszani, és bár a sárga kártyát kikerülni nem, de ugye a dobott kártyákat mindenképpen könnyen ki tudja kerülni majd. Ó, Power egy Evil, Fiora! És egy Fiora érkezik a felső ösvényre. Ugye ráadásul én... Talonnal szemben, hogyha minden igaz, vagy Talonnal, ugye a Strandall-el szemben, hogyha minden igaz. A középső ösvényen pedig Bjergsen már is készül Talon sebzésére, hiszen egy kifárasztás már ott figyel nála. Viszont hogyha ez így maradt, talán Yellowstar-nak lehet, hogy érdemesebb lenne átváltani egy égetésre, vagy inkább biztosra mennek, és két kifárasztást is hoznak. Biztos, ami biztos, hiszen azért Talonnak, főleg a Dráktárral együtt iszonyatos sebzése lesz. Tehát ő, hogyha valakinek az arcába ugrik, és nem tudják rögtön lekezelni CC-vel, vagy azonnal fölrobbantani, akkor az a valaki nagy valószínűséggel meg fog halni, ha csak nem Alistárról van szó. Viszont azt ne felejtsd el, hogy ott van Lucian is, ezért is érthető a két kifárasztás, és én vártam egy tankos felső ösvényest a TSM csapatában, például egy Nautilust, mivel mennyi varázssebzés is van az Orihan csapatánál? Egyedül a dzsungeles hát Alice, akit valamennyire tankosra fognak építeni. Rendben, hogy ott lesz majd a Runa visszhang, meg esetleg egy régi kristályjogar, hiszen szükség van májkus sebzésre, szinte kötelező ezt építenie, de ezek után még a legszélsőségesebb esetben sem szoktak több varázssebzést vásárolni rá, sokkal inkább rámennek azonnal majd a holtak vértjére például, amivel ugye a lendületet meg tudják szerezni. Közben pedig a kérdésünk, hogy how many Blood Moon skins are there? Tehát hány darab vérhold hőskinézet van? 7, 6, 9, 8. Megint csak? Igen, kettő darab. Kettő darab. Inkább nem kockáztatok, nem tudom erre sajnos a választ. Azt viszont biztosan tudom, hogy ennek köszönhetően, hogy ennyire kevés mágikus sebzés lesz majd az Orihan oldalán, és ugye a középső ösvényen is Talon lesz, így az átoknyelőt nem valószínű, hogy fogjuk ezen a mérkőzésen látni. Remélem, hogy valaki veszi a célzást. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy... Öt jut nagyon... eszembe. Igen? Hát van a Yasuo, a Kennen, a Kalista, Thresh, Zilean. És talán ennyi? Akkor kell egy hatodik meg kell lennie. Hatodik. Több csak nincs? Nincs. Vérhold. Ah, Vérhold sem. Igaz. Ő volt a legelső. Fogalmam sincs, de Thanatos laptopját már a Vérhold sem menti meg. Azt hiszem, hogy sen a hatodik, de nem vagyok benne biztos. Nem, neki van olyan hős kinézete, de hogy azon kívül van-e még esetleg? Hadd biztos. Azt nem tudom. Hát mondjuk ezt gondolhattuk volna a válasz lehetőségekből is. És... nem tudom, mindegy, egy percig még tudtok rajta gondolkodni azért. Ja. Amivel a mi tippünk az 6. Igen, lehet, hogy van több. Eddig akárhányszó tippeltem egyébként elselen, szinte soha nem jött be, legalábbis égbeadásban. Mindig rossz választottam meg. De ezek, hogyha épp nincsen a kommentátásban, akkor mindig eltalálja. Természetesen. Murphy törvények, vagy valami hasonló. Ugye mérkőzésre visszatérve, hogy egy tankos felsősén is vártam a TSM-től a varázssebzés hiánya miatt, ami uralkodik az Orihennél. Viszont a játék korai szakaszában is akár már kialakult olyan sebzés fölénye az Orihen csapatának, ami azt eredményezheti, hogy a végső szakaszig el sem jutunk, ha viszont igen, akkor jönnek a problémás dolgok. És ezért nagyon jó például, hogy egy égetést hozott Talon, mert így sokkal offenzívebb tud lenni. Ráadásul majd jó lesz Fiorával szemben, akinek élettöltése lesz, akkor is, hogyha lesz vérszomjas hidrája, vagy akár vérszomjas, és 8 darab vérhold kinézet van. Kettőt kifejtettünk, de Arcik tudja, mert ő az előbb is mutatta, hogy 8. Hát Shen, Zilean, Thresh, Kalista, Kennen, Yasuo. És mi az a kettő? Fogalma sincsen, betippelte, csak úgy hasból, teljesen mindegy. Valószínűleg rá fog majd keresni, hogy ő tudta, nyilvánvalóan. Akalinak is van elvileg. Akali, arra gondoltam egyébként, csak nem voltam benne biztos. És mi az utolsó? Alice. Nem. Akkor meg vagyunk. Igen, és képzeljétek el, hogy közben a játékosok is megvannak, és érkezünk az idézők szurdokába, ahol Power of Evil egy Talonnal jön a középső ösvényre. Wow!
Hát ilyet se látunk minden nap, az szinte biztos romlás itala azért ott lesz majd rajta. Talán ez várható is volt, hiszen alapvetően azért Talonnak viszonylag magas mana költségei vannak. Ráadásul eléggé törékeny is. Úgyhogy kelleni fog majd minden esetre az a romlás itala, főleg egy Twisted Fate-elen, azért egészen addig, amíg Talon nem tudja megszerezni azt a sebzés mennyiséget, hogy valóban halálossá tudjon válni, viszonylag könnyedén, hát nyilván relatíve könnyedén tudja őt zónázni az mind az alaptámadásaival, mind pedig ugye a kártyáival. A gigászok küzdelme a felsősvényen, ahogy Soez és Hauntzer találkozik. Nagyon jó az etetés egyébként, mert Mitty és még Sven ugye ott vannak. Igen. Szóval Mitty és Sven ugye már a felsősvényen vannak, de egyelőre ugye csak Soez-zel találkozott a TSM csapata. Na. És ha minden igaz, erről információjuk nincsen jelenleg még, hogy itt ösvénycsere lesz majd. Ők amennyire tudják, szóval ez a felső ösvényen van, igaz, tudják, hogy teleporttal rendelkezik, de egyelőre úgy néz ki, hogy a TSM nem fog ösvénycserét kezdeményezni, nem úgy, mint az Orihen, akik ugye már a felső ösvényen várakoznak, és nagy valószínűséggel megpróbálnak majd beleszólni ebbe a krúgos kezdésbe Lee Sinnél. És most buknak le. Most ebben viszont... a pillanatban buktak le, úgyhogy arrébb is van nagyon szépen Hunter és Svenskren, hiszen ott volt egy őrszem, sőt, még van is egy őrszem a bokorba. Amelynek lejáratát nem lehetett megbánni, de nézd meg, milyen okosak Mittyék. Ők bizony tudják, hogy itt menni kell tovább. Mégse okosak, mennek vissza a felső ösvényre, és hagyják, hogy a pengecsőröket el tudja hozni a TSM csapata. Na, én sem, mindjárt jelentkezek gyorsan, mondjuk a TSM sokkal gyengébb már nem lehetne. Ouch, shots fired. Na mindegy, a piros erősítést elkezdi közben Svenskeren és Hauntzer párosan, Mitty pedig oké, hogy brown vagy, lehet, hogy tankos vagy, osztja is a pusztító csapásokat, de ettől függetlenül a vörösszeder hát megvan, Svenskerenből azért egy sújtást ki tudtak szedni, nem biztos, hogy feltétlenül erre szerette volna ezt elhasználni, minden esetre egy icipicit talán tudta késleltetni őket, igaz, túlságosan nem tudott beleszólni. A felső ösvényen pedig ugye egyelőre még nincsen válasz Sven, illetve Mitty párosára, sőt, szó ez is itt van, míg ugye ezzel szemben az... Cserében pára fívül, egy kifárasztás, egy égetés, de nem fog meghalni Yellow Star, még sikerül is gyógyítani az ereklye pajzsnak köszönhetően, de a kifárasztás kiment, a villanás kiment, Vierzennek még két idézői képessége kiment, ami azt jelenti, hogy 4-2 csere idézői képességek tekintetében. Igen, Power Weaver mindenképpen jobban jött ki ebből, vagy legalábbis csapat szinten az Orihen profitált, hiszen nem tudták megszerezni az első gyilkosságot, sőt ennek köszönhetően ráadásul még később is érkeztek az alsó ösvény tornyára, Svenék pedig már proxy farmolnak. Azért azt ne felejtsd el, hogy ettől most Power Weaver rendkívül büntethetővé vált, hiszen neki több menekülési képessége egyelőre még nincsen. Van, hiszen nincs még nála például a szellemkard, amivel plusz bónusz mozgási sebességet tud szerezni, vagy a végső gondoltam. Képessége. Odaig is eljutottam volna, hogy hagyod, hogy... De nem hagyom. Ja, jó, oké. Okay. De közben dőlni fog a felsősvényes tornya a TSM csapatának. Nem sikerül elegendő tapasztalati pontot megtagadni a TSM-től. Azonban Hauntzernek ez sokkal jobban sikerül. Némi életerőt is veszít majd. Jó, hogy veszít! Még azért be tudja ütni azt a tornyat. Láttunk már olyan mérkőzést Észak-Amerikában, ahol a torony kettős gyilkosságot ért el, akárcsak a szurdok kírnöke, az első 4 gyilkosságot az idézők szurdoka szerezte meg, azért ilyen is ritka, ja, az mondjuk durva volt. Lehet nehéz ellenfél, maga a pálya is, nem kell egy ellenfél. Igen, hát azért a szurdok kírnöke, meg tornyok, meg ilyenek, kemény ellenfelek azért. Nem azért vannak, hogy oda menj alájuk és egymagad végez velük, minden esetre marad a 0-0, és ugye egyelőre az Orihen az, aki 200 arannyal tud vezetni, Talon pedig nagyon szépen betolt a Björgzenre az ösvényt, aki így arra kényszerül, hogy a saját tornya alatt farmoljon, bár ez Twisted Fate-tel nem a legnehezebb művelet, mint ahogy azt látjuk, sőt még vezetni is tud,
És abban mit, illetve Amazing párosa lehet, hogy ellátogat majd erre a középső ösvényre, hiszen nincsenek idézőképességi. Sem pedig manája, lassítás, jó, ki lehet kerülni a kábítás, ott a Brown passzív, megérkezik Leasing, Bjergsen, be lehet a fejezni, igen! Megvan a gyilkosság, és Parafiul is ki tud jönni még, Svenskenennek nincs mit tennie, el kell hátrálnia ebből a szituációból, az Orihen kihasználja a lehetőséget, és elhozza az első gyilkosság. És mindez ugye miből tudott kialakulni? Abból, hogy nagyon agresszívan jött a TSM párosa, ugye Yellowstar, illetve Bjergsen Power a Weaverre, elhasználtak minden egyes idézői képességet, ami a világon létezett, ezt Mitty, illetve Amazing nagyon szépen felismerte, és ki is használta. Bjergsen az első áldozat ezen a mérkőzésen, aki egyébként a kereső karbirtjét fogja elsőként befejezni, nem lesz sem mana regeneráció, sem pedig korokpálca ezen a Twisted Fate-en, Talonnak hála ugyanis a Zonya homokorája lesz majd az első tárgyválasztás, amit mondhatni kénytelen megvásárolni. Hauncer mennyire nem érzi ezt a farmalást, igen. De jó Isten, a riposzt mellé megy, az alaptámadások nem jól vannak időzítve, te majdnem eltörsz itt mindent. Úgyhogy nem egyszerű a helyzete Hauncernek egyébként, aki egyébként farman tudja, egyébként tudja Trundle-le tartani a farmot, de hát nem a legjobb. Kezdeményezési lehetőség Yellowstar-nak ugyan van, akár csak kifárasztása, rengeteg a minion ráadásul, de érkezik, közben már Amazing a kábítás könnyedén, meg is lehet kifárasztás, ki is jön, le lehet blokkolni double liftet, a visszalökés, még éppensége jó felemelkedés, leeresztelés, még egy kifárasztás, Yellowstar babám a sírban vagy, Sven szerzi meg a másik gyilkosságot, kezd elhúzni az Orihen, hát nézzük, Sven szkeret tud-e menekülni, így van, el tud, de egyelőre úgy néz ki, és ez meg is történik, sőt, még Parafiből lehet bajban, neki végső képessége még nincs a kifárasztás, jó, a kártya pedig be tudja fejezni. Az első gyilkossága a TSM-nek megvan a középső ösvényen. Bjergsen tudja elhozni. Bjergsennek a negyedik lapja, ugye ne felejtsük el, többet sebezés, pont azzal sikerült végül megölnie Power of Evil, aki egyébként nem is tudom, hogy mit keresett ott, hiszen elvileg rálátása volt azért valamilyen szinten a középső ösvényre, talán a másik irányba. Igen, talán a másik irányba kellett volna mozdulni, azért ne felejtsük el, Talon egy eléggé törékeny karakter, és ezért is annyira nehéz, mert baromira tudnod kell azt, hogy mire képes ez a karakter, kit tudsz felrobbantani, mennyi idő alatt, mert ha elszámolod magad, ez pedig egy bocsánat, de öt emberes érkezés a felső ösvényen a végzet jó, Amazing lehet bajban, a felemelkedés, leereszkedés még életben tartja egy darabig, egészen eddig bajban lehet még szó ez is, a kábítás megint csak talál, jó a double lift sebzés, a riposzt is, és double lift tudja megszerezni a gyilkosságot, rövid idő alatt fordít a TSM csapata, és egy torony elhozatalával bőven-bőven megszerzik az arany előnyt, ami nagyjából 2000-re fog rúgni ezután. Mitty pedig nem tudom, hogy mit keres ott a közelben, ő ehhez nagyon hozzászólni nem fog. Minden van bőven. Viszont Power of Evil is érkezik, valamint egy teleport. A sorozatlövés jó, Yellowstar jó, a pozícionál a villanás szép, végső képességét védi le Hauncer, Power of Evil-nek az égetés viszont kijön, akárcsak a lassítás, az pedig már megvan a passzív képességgel és az égetéssel együtt, de Svenen is ott van egy gyilkosság, kettővel reagál az Orihen csapata, és bár el tudja hozni a tornyot a TSM itt a visszajátszás. Na nézzük meg még egyszer, Bjergsen ugye szépen érkezik a végzettel, jó a felereszkedés, leereszkedés, de kevés a kártyák már be tudják fejezni, és ugye mind az öt TSM-es itt van, szóval ez így elég nagy bajban van. Azonban Talon ugye megindul majd fölfele, szépen egy kis idő eltelik, Brahma közelben vár ugyanúgy Lucian, aki egy sorozatlövéssel fog majd itt kezdeményezni. Nem a legjobb célpontra, Yellowstar-nak a zónázása minden esetre szép, de Double X-es Hauncer sok sebzést kapnak, azonban az árnyék támadást nagyon szépen riposztolta. Mitty, viszlát, mit csináltál te ott? Valószínűleg éppen a bázis fele tartottak, gondolom én legalábbis Svennel, ugyanis ő éppen hogy csak hazaért. Mittynek pedig ez ugye már nem jött össze, egy kék lopásra ez mondjuk jó lehet, igaz, hogy mindent lát a őrszem közelében, tehát erről pontosan tudni fog majd a TSM csapata. A kérdés az az, hogy tudnak erre reagálni, nekik is van egyébként egy mindent látó őrszemük az Orihennek a kék erősítésén, amit Mitty úgy látszik nem fog észrevenni, inkább hazamegy. Vagy Mitty, bocsánat, Yellowstar. Hauncer lehet legközelebb veszélyben, Amazing az, aki érkezne, viszont torony alá ketten érkezni nem a legjobb lehetőség, hárman annál jobb, de
a sújtás miatt némi rálátás Amazingre talál a Gooboy, nagyon szép a jégoszlop és a végső képessége kijött most már Hansennek, meg lehet szerezni a gyilkosságot, felemelkedés, leereszkedés, menekülés. Amazingnek ez a stratégiája, nem aktiválódik a végső képessége Fiorának, de gyilkosságot sem lehet szerezni, legalábbis egyelőre. Itt van a közelben már Yellow Star is, ugyanúgy 3-3 enni szituáció alakul ki nagyon könnyen, de elhátrál most már az Orihen csapata, ebből a legtöbbet talán pár a fívből tudja kamatoztatni. Hát igen, hogy a középső ösvényen most mind a két minion hullám eltűnt, így haza lehet menni vásárolni. A Tiamat már ideje ott van egyébként Power of Evil-en. Mondjuk ez hamarosan fejleszteni fogja, és kíváncsi vagyok, hogy hányadik tárgya lesz majd a Draktár, de a fogazott törből ítélve, még akár az is lehet, hogy ez a második lesz, hát majd hamarosan kiderül minden esetre. Ugye a Runa víz hang érkezhet majd Elise. Ó, a végzette jön már, közben Bjergzen jó a fal, le lehet védeni a sebzés igen nagy százalékát, a sorozat lövés pedig szintén jól jön, az egy gyilkosság Power of Evil, hozzá segítette a lövés Svent, és nagyon szép a Gletscher szakadék kezdeményezésre, Svenskeren szintén meghal, Sven Carey beindult két gyilkossággal ismét, előrébb az Orihen csapata, a gyönyörű ITV. 4-0-1-es közben egyébként az a Lucian. Sven megint hozza igazából az alapot, amit elvárhatunk tőle, és amit megszoktunk tőle, ez még fontosabb talán, hogy nem csak az elvárás, hanem a teljesítés is ott van ennél az emberkénél. 87 farmal és 4 gyilkossággal rendelkezik, ráadásul ugye ne felejtsük el, még egy aratás is van nála, szóval még egy kis bónusz aránya fog majd szert tenni 35 millió múlva. Így nem kezdőtárként vásárolta ezt meg, talán ezt ki tudjuk számolni, azonban a bónusz arany az mindenképpen jól jöhet majd. Középső ösvényen pedig a TSM 3 emberrel szeretném megindulni a torony fele, ugyanis Talon az alsó ösvényen megmutatta magát, hogy teleportál nem rendelkezik, így Mitire és Svenre marad a védekezés. Igen, viszont a Fénylánzs a képességgel elég jó lehetősége van Svennek, a manája elfogyott, így nehéz ezzel bármit is kezdeni. Svenskeren lopja el a főcsirkét, és ezzel mind megszerzi a sújtásból járó bónuszt, mint pedig az arany és tapasztalati pont mennyiséget, amelyet így Amazing nem fog tudni. A középső ösvényen pedig látjuk, hogy Bjergzen mennyi bónusz aranyat kap mindegyes farmolása után, hiszen ne felejtsük el, Tisztitvét egyik legnagyobb esélye, lehetősége az, hogy a rengeteg bónusz aranyból hamarabb tudja kiépíteni a tárgyait, mint a sény ellenfele. Tudod, mi az, amit furcsák egyébként a TSM-nél? Így ott van náluk a végzet, ami megmutat mindent, ez tök szép és tök jó. De annak ellenére, hogy az Orihen az, aki Talonnal játszik, mégis ők azok, akik három darab mindent látó őrszemmel rendelkeznek, míg az ellenfél csapatán, ugye a TSM-nél ezzel mindösszesen Yellow Star rendelkezik. Holott, azért ne felejtsük el, a mindent látó őrszem egy nagyon-nagyon jó ellenszer egyébként a Talon végső képességre. Hiszen oké, hogy kap bónusz mozgási sebességet, de attól még ugyanolyan törékeny marad, és hogyha tudod őt célozni a végső képessége alatt, már is nem tud például Power Heavy-vel annyira bátran játszani, mint amennyire ő szeretne. Egyelőre azonban ezek a mindent látod. Tök mindegy, hogy látod, vagy nem, letépi az arcát, aztán kész, nem látod eddig, hogy mi történt. De azért a gyilkosságot általában Sven tudja megszerezni, szépen zónáz Mitty egyelőre, ott pedig egy kicsica az, aki robban, a sorozott lövés szintén zónáz. Nagyon szeretné a középső ösvényről kizónázni a TSM csapatát. Az Orihen erre pedig azért minden lehetőségük megvolt addig, amíg Bjergzen meg nem érkezett. Sárkány kísérlet még egyik csapat részéről sem volt, de erre a lehetőség fennáll a 14. percben. Azért viszonylag gyorsan el lehet takarítani már egy-egy sárkányt a csapatok számára, viszont az Orihennek az elsődleges célja mindenképpen az, hogy tornyot vagy tornyokat hozzon, hiszen ha ezek nem lennének az ilyen hátrányok, akkor aranyban is vezethetnének a 6-4-es gyilkosság arány miatt, valamint a farmelőnyök miatt, itt pedig jó Yellow Star-ra közben a kezdeményezés a Gooboval, és a Gletscher szakadék Svenskeren tudja a helyhez kötni egy darabig, vagy pedig feldobni double liftet, megtámadja a sárkány, ő egy nehéz ellenfél, és nézd meg, Power of Evil még annál is keményebb! Lehet fordulni Svenskerenre, Power of Evil azonban lefordul, egy mindent látó őrszem, tessék, kipakolták, le is szedi az Orihen csapata, a középső ösvényes torony könnyen megbánhatja ezt. Ha már lefordulásról beszélünk, double lift is majdnem lefordult a székről, akkor a pofont kapott Power of Evil-től.
És a középső ösvényes toronyra is akár lehet indulni, és még az előző helyzet előtt akartam kitérni, hogy annak ellenére, hogy az Urihen az, aki torony hátrányban, valamint arany hátrányban van, mégis ők azok, akik telerakták a TSM dzsungelét őrszemekkel. Konkrétan szinte mindenhol kék őrszemek vannak, míg ezzel szemben a TSM semmit nem tud arról, például, hogy Amazing most a vörös szederhátját próbálja szedni. Nézzük is meg még egyszer, Amazing-től megint gyönyörű szép a bubó, ugyanúgy, ahogy a jégoszlop is. Mitire szeretne kezdeményezni Svenskeren, de a Gletscher szakadék ezúttal elég ahhoz, hogy ezt megakadályozza. A W pedig térugrással megy a sárkány közé, így ő már egyáltalán nem mobilis. Az árnyék támadás bőven elég Power Weaver-től, hogy ezt befejezzék. Megvan ez egy gyilkosság, igaz, a sárkányra nem tudtak ebből egyből ráfordulni, hiszen inkább a tornyot priorizálták. Ennek köszönhetően azonban a TSM az, aki az első sárkány meg tudja szerezni ezen a mérkőzésen. 6% bónusz sebzés bezsebel ezzel. Igen, és ahogy láthattuk, az, hogy talán beugrott és elszállta a végső képességét, az kiszedte mind W-nek a villanását, mind az ő gyógyítását, meg mind pedig Svenskeren villanását. Három idézői képesség egy darab végső képességért. Azért ez még barátok között is igen szép csere. Hát igen, mennyivel egyszerűbb lett volna mondjuk egy mindent látó őrszem, és lehet, hogy Lee Sin például visszarúgja azt a talont a helyére, és akkor már is nem ennyire szörnyű a helyzet. Nem véletlenül mondtam a rálátást, azóta egyébként Björzen is bevásárolt egyet magának. A szurdok hírnökére pedig az Orihan csapata tart igény. Ez a válasz. Nagy valószínűséggel Amazing fogja ezt megszerezni magának, hiszen azért az a 10% mozgékonyság pluszban mindenképpen segíti az ő jelenlétét a térképen. Főleg mivel egy Twisted Fate ellen játszanak, aki a végzetével, ugye végzett képességével szinte bárhol meg tud jelenni. A Weaver pedig az alsó ösvényet szeretnék kitolni, amennyire csak lehet. Ugye neki mind a két idézői képessége, valamint a végső képessége is elérhető, bár most egy őrszemen sétált át. Doublelift ugye már rendelkezik a Manamunnal, viszont a jégkesztyűvel még nem, tehát neki még nincs lehetősége lassítani Power a Weavert, aki már befejezte egyébként a szellemkardot. Tehát hogyha Power vagy Doublelift-et kell esetlegesen lekövetni, Power a Weavernek minden egyes lehetősége megvan rá, térugrás ide ragyogat. Egy olyan nehéz helyzetben a TSM a játék korai szakaszában, de erre számítani is lehetett a végzetes folyamat, mit így gyönyörűen levédi. Amazing jelenlétével pedig ott van már a hírnök áldás, amivel könnyedén be lehet szedni a tornyot, így kiegyenlítve ezt az állást. 2000 aranyelőny azonnal ott van az Orihennél, amint ez megtörténik. Björgzen próbálja a középső ösvényt megtolni, erre a lehetősége van. Egészen addig, míg szó ez is pár a fívül meg nem érkezik, rálátás nem igazán van, de jó a pozícionál. Egyelőre Björgzen a hazatérés számára nem elérhető opció jelenleg. Fiorát eddig csapatharcban még nem láttuk, ő egyelőre csak a váltott ösvénytolás stratégiáját próbálja kivitelezni, jégkesztyűvel, valamint Bami Farazsában már rendelkezik hozzá. Egyébként nagyon fejfej mellett halad a két felső ösvényes, hiszen kb. Ugyanannyi gyilkosságban vettek részt, és a farmik is nagyjából egyenlő. Minden esetre, amit még nagyon hiányolok és nagyon kíváncsian várok már, az Power of Evil-nek a draktárja. Tehát én azt látni akarom akcióban egy ilyen szintű meccsen, hogy bemész és így konkrétan felrobbantasz vele valakit. Ugyanis az ágy az pontosan erre van kitalálva, és valószínűleg Power egy előtt érvényesíteni tudja majd az akaratát. Egyébként a középsősnyes lövészek azok, akik előnyben részesítik ezt a tárgyat érdekes módon, mint például Varus vagy Quinn. Rajtuk láttuk eddig a profil ligában a középső ösvényen. Igen, volt Quinn középső ösvény, ha nem tudtad, akkor nem néztél elég LCS adást. De közben Yellowstar kap egy harapó sőt, a Guba ezúttal nem talál, de ezért elhasználja a térugrás képességét. Utána becsúszik Alistar és kiugrik Lee Sin. Elég mobilis csapatról beszélünk, ha a TSM-et említjük. De ez is kevés ahhoz, hogy el tudják kerülni a jó rajtaütéseket és sebzéseket, amik az Orihentől érkeznek. Hogy legalábbis egyelőre úgy néz ki, hogy ez az ábra, ugye a torony lemaradását az Orihennek már sikerült ledolgozni, ennek köszönhetően ők azok, akik körülbelül 2000 aranyjal vezetnek jelenleg, és a hanghullám hiába talán mitire, Svenskerennek több esze van annál sem, mint hogy erre valóban bemenjen, így viszont lehet rotálódni akár a felső ösvényre, ugye jégkeszki már megvan double lift-en, így lassítása, valamint területi sebzése is lesz annak az Ezreal-nek, minden esetre jól jön majd a minion takarítása közben,
így az Orihen inkább le is mond erről a toronyról, megpróbálnak inkább valóban máshova átrotálni, de mindeközben az alsó ösvény ugye Hauntzer és Soez mindketten rendelkeznek. Teleportál, Soez érkezik között. Jön a végzet, Hauntzer viszont elkezdik tankolni a torgyot. Tankosságot tud lopni Soez, és oda tud állni a falhoz, hogy ne lehessen aktiválni, de egy kicsit ellépett. Ez hatalmas hiba volt, ez azt jelenti, hogy Hauntzer megszerezheti a gyilkosságot. Amíg a falnál áll, addig nem lehet lőkni a gyenge pontot, de ahogy egy lépést is kiebb lép, azonnal kihasználja ezt Hauntzer, viszont érkezik az Orihen többi tagja, sikerül a két gyilkosat bezsebelni, minden lehetősége megvan rá Svennek, valamint Amazingnek szintén. Amazing az első gyilkosa, és a Gubó is nagyon szépen talál, Sven pedig egy következő gyilkosat hoz el, de itt van még Svenskeren, de minek? A kifárasztási jól érkezik, szintén még itt van Ezreal, Yellowstar tankol az égvilágon minden, de csak mit itt lehet visszalökni, a lassítás ott van, Double Lift-től a törhetetlen akarat pedig már vége, a Gletscher szakadék szép, Svenen egy újabb gyilkosság, miközben a felsősvényen Power of Evil megállíthatatlanul megy előre, ez pedig egy inhibitort védő tornyot fog jelenteni, rendelkezik-e még nem, a szellemkard aktívjával nem, a végzetes hullám pedig mennyi minion kitakarítani, szinte mindet így nem fog bedölni a torony, de Power of Evil elég jelentősen hozzájárul csapatának sikeréhez. Szóval ez egyébként besegíthetett volna akár egy teleporta, hogyha szeretne, de azért ekkora erőforrást nem akartak belefektetni ebbe a toronyba, így is jobban jöttek ki ebből az alsó ösvényes cseréből az, bőven, hiszen ráadásul Power Heavy-ből még el is tudott menekülni. Double Lift-nál pedig hát eléggé balga ötlet lett volna neki felmennie Power Heavy-vel szemben. De nézzük ezt még egyszer, ugye érkezik a végzet, és nagyon szép a kábítás, valamint a nagy hívás, szóval ez nagyon szépen öleli a falat egy jó darabig, de elég ideig, ugyanis itt, bár ugye még nem halt meg, szóval ez, de a négy pont eltalálása után szintén aktivizálódik a nagy kihívás, így a gyógyítás elég volt az, hogy elveszítse ezt a cserét, szóval ez, szóval megérkezik a felmentő sereg, a sorozatlövés az nem elég ahhoz, hogy Hauntzert be tudják fejezni, de utána már igen, Björkzen pedig szintén Svent tudja befejezni, és Svenskerenek ezt a rugását egyszerűen nem értem, hogy ezzel mit akart elérni. Valóban a sebzést megkapta Sven a rugásból, de a lehető legbiztosabb pozícióba tudta őt eltessékelni. Lucian-nál pedig ugye a pusztító csapásokat könnyű volt elhasználni azon az Alistaron. A Gletscher szakadék pedig elég lassítást tudott nyújtani ahhoz, hogy lejárjon közben a törhetetlen akarat. Időt próbáltak nyerni ezáltal, ez sikerült is. Így Yellowstart is le lehetett mészárolni. Egyébként hibázott itt az Orihen csapata, hiszen a Gubó valamint Braum passzív képessége egyszerre aktiválódott, így nem tudták maximalizálni a kábításban töltött időt, ennek ellenére azért a Gletscher szakadék lassítása elegendő volt ahhoz, hogy Yellowstar be lehessen fejezni, és 10-5-ös gyilkosságállásnál 5000-es, közel 5000-es arany hátrányban a TSM csapatának kell valami ötlet, kell valami plusz, amit nyújtani tudnak, hiszen egyelőre az Orihen úgy néz ki, hogy előnyben van, és tudtuk nagyon jól, hogy a játék korai szakaszában erősebb lesz az Orihen kompozíciója, és a játék végére erősödhet fel, talán a TSM-é még akkor is, hogyha egy Lee Sin ott van a csapatban, de ha így növekszik a különbség, akkor problémás lehet a játék végső szakaszáig eljutni egyébként. Ráadásul ugye ez a tisztőfét, hogyha megnézzük a tárgyválasztását, inkább a váltott ösvénytolásra szeretne ráállni, hiszen egyrészt van egy Zonya homokorja, ami ugye kötelező, olyaj! A Gletscher szakadék offenzívan, de egy kicsit talán túl offenzívan érkezik, így a villanását nagyjából bedobta a kukába, viszont két higansejemöv is van már az Orihen csapatánál, mind a középső, mind pedig lövész pozíció. Mit kapott Amazing? Hát a pengecsört megbosszulták. Három ember marad az Orihen csapatától egy darabban, és Biagdon azonnal elhasználja a Zonya homokóráját, arra kívülre a kezdeményezés jó, Mitin aktiválódni fog a nagy kihívás. Egy gyilkosát szerez a TSM, a villanás jó, de talál a hanghullám, és a visszarugás is szép. Két gyilkosságot tud nagyon gyorsan egymástán szerezni a TSM csapata az előzőt, mert összeszámolva pedig ez már három, egy baronnasort kell ebből hozni, és visszajön a mérkőzésbe a TSM egyetlen egy megmozdulással. A kérdés, hogy mennyit adnak el a baronnasor, ugye nem felejtsük el a mai nap első mérkőzését, most azonban nyilván sokkal szebb a helyzet, hiszen 5v2-ben van, most már 3, de Amazing valószínűleg erre már nem fog odaérni. Power of Evil, illetve Soez esetleg próbálhatnak bele zavarni. Nézd meg, Soez próbálkozik is, ott van rendesen, a villanás jó, a végső képessége is, de ott a mindent látó őrszem lehet látni Power of Evil, egy újabb gyilkosság, oda ajándékozva a TSM-nek a baronnasor mellé, igen, kiemeltik, hogy
A mindent lát a őrszem, az mindent lát, még Power of Evil-t is a végső képessége közben. Amazing pedig itt szerintem hát hatalmas meglepetést kapott, és biztos ekkora sebzésre nem számított. Björgzönnek a sebzése azzal a ragyogással, meg még a Lee Sin, az elég volt már bőven ahhoz. Ráadásul a harapos pacs sem talál Björgzönre, aki egyből zonja homokórázik. Szenszkerem pedig szépen, és ezúttal azonban szép a rugása. Svenre bár egyszerre villannak, vagyis hát elvillan, hogy itt most már Sven, a rugás azonban elegendő ahhoz, hogy visszatessék el a TSM csapatához, a végzetes hullám mondjuk fölöslegesen megy ki, hiszen a gyilkosság így is úgy is meg lett, de jobb biztosra menni. 10-9-re módosul az állás volt, alig egy perccel ezelőtt 10-5 volt. Ennyit ér egy hatalmas hiba Amazing-től. És kezd visszajönni a TSM csapata, ráadásul ugye a félhold csapását is be tudta fejezni közben Twisted Fate, így a toronyra való sebzése neki igen jelentősen megnőtt. És hát azért ne feledkezzünk meg, hogy van náluk még egy Fiora választás, ami mondjuk a 25. percben még nem feltétlenül a legerősebb karakter, de 5-10 perc múlva olyan erőviszonyt fog az képviselni az a Fiora választás, amivel nem biztos, hogy az Orihan tud majd mit kezdeni. És továbbra sincsen mágikus sebzése az Orihan csapatának. Elise ugye megvette a Krisztályagart, meg a Runa visszhangot, amiről beszéltünk, hogy ennyi lesz, de ezek után nem tud semmi mást építeni magának mágikus sebzés formájában. Ezért látjuk, hogy Lissinnek ott a Randuino mennye is készülhet, akár majd a Holtak vértje is, meg még a tüskevért, rengeteg lehetőség van. Amazing Gubója ezúttal nem talál, és a Baronna sarádásának köszönhetően azért a tornyot be fogja tudni dönteni a TSM csapata. Az aranyelőny már régen megszerezték, most ezt tudják növelni. És még az alsó ismén is lehet akár vonulni, legalábbis Hauncer pontosan ezt tervezi csapatával egyetemben. És hát ne felejtsük el, hogy azért van még egy Baronna sorra a TSM csapatán, amit szeretnének kihasználni a lehető legjobban. Ez az Orihan most kicsit gyülekezik az alsó ösvényen, hogy ezt a tornyot még menteni tudják, ameddig csak lehet. Ez csak időhúzás. Ez pedig a hiba, jön a végzett képesség, a villanással lehet arrébb jönni. Hiába ott van a Higan sem, már a harmadik játékosan az Orihan csapatában a gyilkosságot Fiora tudja megszerezni. Elértünk arra a pontra a játékban, amikor a TSM kezdi átvenni a dominanciát, és nem tud az Orihan reagálni arra a mennyiségű kezdeményezésre, amivel a TSM rendelkezik, valamint tankossággal, ami Svenskerenen már most ott van. A sebzésről nem is beszél, a végzetes hullámot le lehet védeni, pár a félben bekerül a buliba, majd jönnek ki belőle, de szépen követi ezt le, mint Svenskeren, mint pedig Hauncer, és le is lehet védeni a riposztal néhány alap támadást a végső képességéből Lucian-nek. 2-0-ás a csere, az Inhibitor pedig a TSM csapata tudja megszerezni, majd utána könnyedén kiátrálni, és azt megfordulni a sárkányra. Ami 15 másodperc múlva éledni fog, ráadásul még egy nagyon ravasz kis örszemet is ott hagytak, hogy ne adj Isten Hauncernek mondjuk backdoorozni támadnak kedve, akkor ugyan már ott legyen a lehetősége, legalábbis a következő 3 percben biztosan. A sárkányra pedig nagyon úgy néz ki, hogy nem tart igényt a TSM, legalábbis ebben a szent pillanatban biztosan nem, de nézzük meg ezt még egyszer, szóval ez megint beragad 5 ember közé, a világ összes CC-t megkapja, és hiába ott az a jéghegy vagy gletszerhegy, az sárga kártyáról nincs menekvés, főleg hogyha még 4-en ott állnak melletted, elhasználta ugye a Higan sejemövét, de ez édes kevés volt, ráadásul ugye Power of Evil még mindig törékenynek számít, főleg hogyha az egyetlen mozgékony képességét is el tudja használni, és merre közben talál a kártya, mondjuk a végzetes hullám, ez nem a legjobb, Power of Evil itt még az árnyéktámadásban próbál menekülni, de hát 3-an üldözik őt, és a Gletscher szakadék pedig már kevés volt ahhoz, hogy ez megmentse őt. Közben Bully a sárkánynál, a TSM kezdte meg a sárkány elhozatalát, ezt megzavarta az Orihan csapata, akik 0-6-os gyilkossági szériában vannak, 10-5-ről 10-11-re módosult az állás, és 3000 arany előnyt tudott kialakítani a TSM csapata, ami lassan azért már inkább a 4000 felé tendál. Sven az, aki próbálja a szuper minionokat eltakarítani, de Björgzen lesben áll. Az a kérdés, hogy igazából az Orihannek milyen győzelmi opciója maradt ezek után? Hát ez például mindenképp, hogy Hauncer túlvállalja magát, rengeteg toronysebzést nyel el, és Amazingbe is tudja őt fejezni. Érkezik Yellowstar, egyesével jönnek a TSM játékosok, talán most van lehetőség visszajönni a játékba az Orihannek. Yellowstar elkapható, meg is van
A Gubo kijött, és ott van már a törhetetlen akarat azonnal, hogy kijöjjön a kábításból, de lehet tovább menni. Nagyon szép jégoszlop, és megérkezik most már Parapiből ugyanúgy. Yellowstar fog meghalni, 2-0-ás a csere, és lehet double lift-re is fordulni akár, de Bjergzen közben már az alsó ösvényen el szeretné hozni a Nexus-t, védő tornyot. Annyi a dolga a TSM csapatának, hogy ne engedjék haza az Orihely játékosait. Ezzel egyelőre jól állnak. Bjergzennek megvan a félhold csapás, úgyhogy elég jól tud haladni. Egy teleporttal érkezik most már. Ez is meg tudja állítani Bjergzen előre nyomulását, mint még szintén veszélyben Svenskerennel szemben, az élete azonban megmarad, simán ki tud lépni, és be szeretné Svent fejezni, sebzése nem igazán van az Orihel lövészének, hiszen annyi páncélettel rendelkezik Svenskeren, amennyivel rendelkezhet ebben a játékszakaszban egy Lee Sin varázssebzést kapja, de ez elhanyagolható mennyiség, Fiora egy újabb gyilkossággal, majd utána Bjergzen is még egy nem double lift ellopta egy végzetes hullámmal. Bjergzen pedig próbálja Amazinget befejezni, a hanghullám azonban nem talál. 2-1-en nem bennek be, össze-vissza az Orihely játékosait levadásszák. Hauncer oda megy a Parafibőrre, a válasz az, hogy nem. Viszont Yellowstar itt van a közelben, Parafibőr, te nem fogsz hazamenni. Yellowstar pedig már Tauntól. És megpróbál egy öngyilkosságot, vagy talán akár egy menekülést végrehajtani, ugye a végső képességével ezt meg is teheti. Közben egyébként azért a baronnasor éledni fog hamarosan, ha Hauncer pedig nagy valószínűséggel le tudja követni Power Weavert. Igaz, van egy lassítása. Minden esetre azért azt ne felejtsük. Hát így kell használni egy villanást, jó, a Fiorával be lehetett fejezni Power of Evil-t, jobban járt volna, hogyha öngyilkosságot követel, meg kellett volna fogadni a tanácsodat. Igen, az előző összecsapásban egyébként Bjergzen egy hatalmas hibát követette, ugyanis egy kártyaválasztáson bőven túlment, ezért nem tudták végül elkapni, hogyha minden igaz, Amazinget, hiszen egy sárga kártyát elmulasztott, a villanását pedig nem akarta erre beáldozni. A lényeg, hogy egy kábítást még ki tudott volna osztani. Én erre azt mondanám, hogy üsse Kavics, a TSM pedig azt, hogy üsse a Baron Nashort, hiszen erre minden lehetőség megvan, kizónázták az Orihent ebből a pályarészből, rálátása egyáltalán nincs, és mondom nincs az Orihent csapatának. A második Baron Nashorra a TSM csapata minden bizonnyal már be fogja tudni fejezni a mérkőzés, hiszen az alsó ösvényen nincsen inhibitor, a középső ösvényen nincsen inhibitor, tehát nincsenek már tornyok, csak az inhibitor és az azt védő, és egy Nexus torony is bedölt már, úgy ahogy mondod, ilyen lehetőségekkel a TSM-nek be kell fejeznie a mérkőzést. Vagy eladni úgy, mint az Ever ellen a mai napon. Az a 40. perc volt, az még van 9 perc. Ja igen, hát meglátjuk majd, hogy meddig bírják az ostrom szituációt az Orihenesek. A Baron Nashor azért körög a TSM játékosai. Szóval ez kapja a sebzést, a Gletscher szakadék pedig zónázásra szépen jön ki Mititől, beugrik Power of Evil, double liftet azonban nem tudja befejezni köszönhető a kifárasztásnak, a gyógyítás pedig így aktiválódik, bajban van az Orient csapata. A végzetes hullám eltalálja Amazinget, némi sebzést kiosztva, 5-4 elleni szituáció alakulhat majd ki a torony alatt, ami azt fogja jelenteni, hogy a toronynak be kell dőlnie, hiszen itt van a Baron Nashor erősítés, az inhibitor újjáélet, de ezt nagyon gyorsan be fogja ütni Fiora, aki érkezik is már a középső ösvényen, dől az inhibitort védő torony, majd az inhibitor kérdés, hogy lefordulnak-e az alsó ösvényre, ez egész eddig volt kérdés, hiszen ez megtörtént, az inhibitor dől, ennyi felerősített minionnal pedig már be kell fejezni a mérkőzést, megkezdi a kezdeményezést. A TSM csapata Amazing K-ból, aztán meghal Svenskeren által. Hiába van Svennek sebzése, ez bőven kevés, hogyha Alistar valamint Svenskeren beállnak ezt leblokkolni. Két ember halott. Az Orihen csapatánál nincsen már Nexus védő torony, még azért bemegy Soez, és nem hal meg, mert véget ér a mérkőzés. A TSM csapata fordít, és 2-1 arányban tovább jut a következő körbe, ahol az Ever csapatával kell megküzdenie azért, hogy kijusson a csoportból. Hát, erre a pontra is elérkeztünk. A TSM azért fogszorítva bár, de végül is el tudott jutni addig a pillanatig, hogy tovább jusson. Legalább a Vigaszágon. De ugye azért ne felejtsük el, hogy még van egy BO3-unk a mai napra. És hát az Orihennek egyébként... Én egyébként tudom, mi történt. Na. Az Orihen európai csapat kevesebbet kellett utaznia, ezért kevesebb mérkőzést játszanak. A TSM-mel ezt biztos lebeszélték előre, hogy ti jussatok tovább, akkor több meccset játszhattok. Uh-huh. Biztosan ez történt. Egyébként az a vicc, hogy ugye egy európai és egy amerikai csapat
csapott össze 8 európai és 2 amerikai játékossal, hogyha már így a technikalitásoknál tartunk, hiszen mind Björgsen, mind Svenskeren, mind pedig Yellowstar, akárhogy is nézzük, európai játékosok. Na mindegy. És nem volt egy ázsiai is. Ezúttal a kevesebb az több, 3 európai játékos játszik OP-b, mint 5, legalábbis a TSM ezt mutatta ma meg nekünk. Hosszú-hosszú és keményen küzdött mérkőzések során, hiszen 2-1 lett végül az állás. Az Orihen nem állt annyira jól a sarat, mint azt gondolom sokan szerettétek volna. Azért nagyon jól kezdték ezt a mérkőzést, igen, de erre számítottunk is, hogy a játékkorai szakaszában ők lesznek az erősebbek. A végső szakasztán nem sikerült átmenteni ezt a formát, és a TSM kompozíciója sokkal jobbnak bizonyult. A probléma az volt, hogy az Orihennek nem volt megfelelő kezdeményezése, kezdeményezés nélkül pedig nem mehet sokra. Ott volt a Gletscher szakadék, ami után a zónázásra is jó a kezdeményezés után, de nem tökéletes. Ott egy Gubo, az elég ritkán talál, és akkor is csak egy emberre. Ezek nem megfelelő kezdeményezések, ellenben a TSM-nél ott volt Alistar, ott volt Fiora, ő is nyugodtan kezdeményezhetett, ráadásul még a végzett képességgel Björgsen is. Ahogy ezt egyébként a visszajátszásban is láthatjuk pillanatokon belül. Mármelyik ez pont egy olyan szituáció, ahol az Orihen tudott jobban kijönni, hogy a Svenskerent el tudják kapni a Gletscher szakadékkal, és hiába a szép rugás, egy kettős gyilkosságot Sven el tud hozni. Sven egyébként végig double lift, sőt egyébként az egész mezőny előtt volt, de még ez sem volt elegendő ahhoz, hogy a meccset el tudja vinni a hátán. Sem Sven, ő sem tudta elvinni a hátán a jobbatot, hiszen nagyon jól kezdett. Mondtam. Igen. De hogy 6 gyilkosságot tudott összeszedni a játék nagyon korai szakaszában, és ennyi gyilkossággal, ilyen védelemmel, amivel ő rendelkezik, azért illene megfelelő sebzés kiosztani. A baj egyébként szerintem valamelyest egyrészt azzal volt, amit te is említettél, ugye nem volt megfelelő kezdeményezése az Orihen csapatának, és ebből kifolyólag a talonválasztás is hiába volt nála a temérdektelen sebzés. Egyrészt ugye nem volt mágikus sebzése az Orihennek, ergo a TSM annyi páncélzatot vett, amit akart, itt ez közben azt figyeltük meg, hogy Amazinget hogyan robbantják fel, egy sárga kártya, egy alaptámadás, meg a repülőkártyák, Svenskeren pedig jön a hanghullámmal, és a viszontváltáska. Itt ráadásul még a harapos fagy sem talál, Björgsenre nem tudja jól kiszámolni, miti az időket, a Zonja homokor el pedig megmenti őt, Power Weaver-re tud Svenskeren kezdeményezni, és a sorozatlövés ide vagy oda menekülnie kell Svenskerentől, itt pedig a rugás gyönyörű szép, meg a sárga kártya közben még Björgsentől. Ahogy említettük, a végzetes hullám az már egy picit talán sok volt, de ettől függetlenül a gyilkosság megvan. Szóval visszatérve az előző gondolatmenetemre, amit kiemeltünk, nem volt mágikus sebzés az Orihen részéről, így egyrészt sem Sven, sem pedig Power Weaver nem tudta a játék későbbi szakaszában érvényesíteni a sebzését, sőt, mi több, talon, hogyha egyszer beugrott, mivel nem volt megfelelő kezdeményezés, a TSM rögtön tudott erre reagálni, hiszen nem voltak mással elfoglalva, ha csak nem egy kósza Gletscher szakadék betalált egy-két ember közé. És hát, mint említettük, talon az bizony eléggé papír, ráadásul menekülő képessége sincs, ha az ellenfélnek van annyi esze, hogy vegyen például mindent látó őrszemet, amire azért a TSM elég hamar rájött. Mi pedig érkezünk a következő mérkőzéssel, Ever TSM, addig is Jox beszélget egy kicsit Björgsennel, és egy kis szünet, utána jövünk. Sziasztok!